Füzet meg. Atya Isten. Hú, mindent kilovattam. Hogy üszi, ez olyan, mint a kínpad. Hova az anyádba mész vissza? Minek? Hát hol szeretnek téged, mint így, és mondtam máshol is. Annyit tudunk a családunkról, hogy valamikor monarchiából két spanyol bejött testvérek. Unokabátyámnak egyik fia, az ilyen mániákus, az ment végig a családfán, az elment Spanyolországba, minden. Akkor kezdtük fejtegetni, hogy hogy is lehet, és akkor nézte a szótárokba. Kvitner olyan nincs. De van. Kitéz, kvitnéz, kvitnéro, kitéro, ők azt mondják ká betű. Jött a spanyol királyi balett Ausztráliában, Melbourne-be, elmentünk megnézni, nézem, a koreográfus, kvitnéro, kitéro szerintük, és egyik táncos, kitéz. Hát mondom, volt akkor belépőm nekem, ezt megnézem közelről. Oda jön egy nő, azt mondja, hogy nekünk van egy olyan táncosunk, az olyan, mint te, csak fiatal. És annak mi a neve? Kitéz. Most ebben maradtunk. A első följegyzés, ez a Kvitneréké 400 valahány éve, de az kitéz. De van egy kitéró is. Egyszer csak az eltűnik, és Pozsonba vétre jön egy új név, Kvitner. A néz helyett ner, és plusz egy té megy bele. Elsvábosodnak. Majd, mivel nagypapának már apja is katonatiszt volt, a Kvitner nagypapának, a másik nagyapámnak a apja, nem csak ő, elmagyarosodnak. Mivel magyar királyi hadsereghez tartoznak, elmagyarosodik a család. Így jönnek a benesi dekrétumok, és megmutassák, merre kell menni. Ott a régi csomagokkal szemben volt, az volt a 20. prvá gyerekgyorosnál stredná skola az Humerecki zameranyim. Akkor a HTS még nem volt, meg ilyen. Így lettem én táncos. De ott voltam 4-5-ig, este lementem Puspekirel úgynak táncolni, majd elmentem vele Somorjáról, meg így, és maradtam a magyar táncnak. Mindig paraszármazás akartam lenni, de sehol sem ment. Talán az a baj, hogy olyan iskolába jártam. Azért 5 évet csak ugrabugráltunk, meg mindig ha arra megyek, és mondom, hogy édes Istenem. És a pionérházban volt a balettere. Senki se nem törődött velünk, volt egy old a Banszkovisztriszkáról. Azon jártunk be, és a öltöző, amikor már harmadikos voltam, vagy mennyi, az itt volt a iskolába, és tényleg oda mentünk, mondtam, azért fáj a hát. De azt se bánom, mert azért sok klassz embert ismertem meg. Igaziba akarva akaratlanul elkezdődött a Verekné Kisdromtánc együttesbe is egyfajta dramaturgi gondolkodás, nem tudom, hogy. Mert ugye nem mondta senki. De hogy első volt, első műsor olyan volt, hogy tegnap és ma, olyan, mert ott volt egy ilyen zenekar a Winkler gyerekeknek, azt is abban voltak ilyen pop énekesek is. A második még már az volt, hogy a mi táncaink, a mi néptáncaink. Két név alatt futott. Ma aztán csináltam egy műsort már 64-ben, ami a végén aztán lett kapta, hogy
ajándékműsor a vízkárosultaknak a 65-i árvízre. Szóval valahogy így ez akaratlanul jött, és a szerdán folytatódott, hogy 66-ban a Csalóközi Együttes, még ezt el kell mondjam, hogy a jó mester és a tanítvány kapcsolata az örökös. Hogy leszereltem, és voltam a Kisduna Tánc Együttesem, és a Rudi azt mondja, hogy képzeld el, a Csalóközi Együttes nem tud eljutni Zselizre és Gombaszögre, mert nincs elég táncosom. Nem adná táncosokot? Mondtam, de, meg eljövök én is. Lejártunk Szerdájára megtanulni azokat a táncokat, hogy a Csalóközi eljusson. Már én táncosaim, meg én is, meg a még régebbi táncosok. És Gombaszögre úgy, hogy a öcsit nem tudtam hazahozni a kórházból, hanem a Winkler Józsi hozta haza, mert Gombaszögön voltam. A szerdai állomás egy nagyon fontos volt a életemben, mert egy együttes kaptam, amelyiknek valamilyen költségvetése volt, hozzátartozott a járási művelési házhoz vagy központhoz, és rengeteg táncos jött. Én is nem tudtam, hogy annyi embert, én nem is tudom, igazából először két csoportot csináltam belőle, és ez egy olyan erőt adott, hogy már következő május, április 30-án már volt a bemutatónk Nagymegyerén, tartottuk, mert ugye szerdán május egy nagy ünnepség volt, napfényes utakon. Összeálltunk a megyeri kórussal, és csináltunk négy műsort. Fenti, ott is rengeteget dolgoztunk, és aztán szőttes alapítók voltak, a Kucmaneta is a tanítványom volt, meg a Gútai Laci, meg a Csóka, és így a Strézsénc Magda. Ez így jöttek vele. De a 68-ért körülött elgyőjek, tudod? Mert aztán már elmondta a Gyurcsó Pista bácsi, hogy figyeld, te ott együttment vagy, rajtad fogják elverni a port, pedig én semmit nem csináltam. Mikor egyszer engem a Taki nem vett föl a Népmási Intézetbe, a koreográfus képzőbe, mert ma a pozsonyi járás képviselve volt, és akkor a Takinek azt mondtam, 100-szor nagyobb koreográfus leszek, mint te. Tudod, én öntárt voltam. És hazamentem, Rózsának mondtam, hogy adsz egy kis pénzt, megyek Pestre. Hova mész Pestre? És ilyen föntkötő sportzsákok voltak, abba elmentem, stoppal Pestre, és azt gondoltam, mindenki tudja, hol van a Álomi Együttes. Marhana tévedtem, senki sem tudta, végre egy taxis. Fölmentem a Népmási Intézet, meg a Álomi Egy épületből, és a portás kit keres, és mondtam, hogy a Rábai Miklós várjon, és telefonban mondta, hogy a Rábai mestert keres, itt egy vigéc. És jött le szegény Rábai, akkor még nem lehetett tud csak bemenni. Elment mellettem, mint hogy se álltunk volna. És egyszer csak, amikor visszafordult, ki keres? És mondtam, hogy én. Mondtam, várj, hol láttalak én? És mondtam, a szlugba tolmácskodtam nektek. Ja, tudom, a kubánkó beszélgetést te tolmácskodtad, igen. No, mi van? És mondtam, hogy azért jöttem, hogy azt szeretném kérni magától, hogy lehet-e belőlem koreográfus. No, gyere föl, fölmentünk. És mikor jöttél most? És hol vannak a cuccai? Csak ez a táska, csak ezt jöttem megkérdezni. És mi nagyon összebarátkoztunk. Az, ha jöttek Pozsonyba, vagy arra utaztak, begyött, és a Ivit öcsit megpuszítta álmába. Azok voltak unokái. Mindig mertem hozzá menni, soha. Soha nem mondta. 74-ben, vagy mikor, itt voltak
Jézus a színházból volt álmegyüttes, utána mindenki jött hozzánk, a szőttesek és a rábai már nem fértek volna el. És akkor mondom, most már itt van mindenki, most már mondjad meg, mester, lesz belőlem koreográfus? Azt mondja, te már legalább 5-6 éve az vagy. Én boldog voltam. És mondta, hogy no, és ezért, hogy ilyen késtelenre kérsz egy ajándékot, és mondtam, a Györgyfai legényeseket szeretnénk csinálni. Azt mondta, ő soha nem engedett szám. Tied a szám. Mondtam, hogy ha már pofátlan lehetik, nem 6-ra, csak 4-re. Egy csodás ember volt. Szőttes, majdnem egy szezont fekete szallaggal táncoltuk a Györgyfai legényes. Olyan sokat jelentett ő nekem. A Rezsi bácsi Izraelben volt. Nem jött vissza, mert ez a cirkusz volt, és akkor azt mondták a OMV-n, hogy hát te vagy a legnagyobb osztálynak a vezetője addig, de csak, te csak arra figyelj, hogy a papírt ne lopják szét, mert az ilyen prí gyerekre jött. És jött ez, és mondom, és szabad röplapot, mindenkit küldje ide, és megmondjuk, hogy hány papírt szabad használni. És ez ment. Hát de ha már mindenki írt, a rohadtban én még nem írhatom le a véleményemet. Tudod? Én is leírtam, és akkor írtam erre a műsorról is, hogy de csak annyit, hogy mindenki jön el a műsorra, és azon keresztül el tudja gondolni, hogy úgy emlékszek, hogy még mi az Isten, a Gyurcsik Jóska azt mondja, hogy mi a, te hülye vagy, miket írtál ide, hát ez nem reklám, de ez reklám papír, az ő volt akkor a polgármester vagy mi. És a másik bűnöm még az volt, hogy, ja, itt röplapokot, persze, hogy én is írtam, meg a Gabona Rádió volt, de azt ők csak utólag tudták meg. Jenő bácsi azt mondja, hogy Köllék, keresd már szedben való egy helyet. És mikorra? És azt mondja, hogy hát, ha lehet mostanra. Volt egy táncsoport Szarván. És akkor azt fölhívtam, ott a toronyba valakit be kellene tenni oda, mert egy anténát még össze-vissza háríztam. Akkor azt mondja, mi ez itt? Itt lesz a Gabona Rádió. Na ez volt a bűnöm, és még a új szót elvittem Király Helmecre. Nem kirándulni mentem, hanem mink voltunk a sorosok, akkor fölmentünk a Pravdához, ott bepakoltuk a Skodába ilyen estés, ilyen zöld íze, ott lehet egy csukni ülés, elvittem. Meg hogy, ja, valaki festetett egy ilyen transzparenset, de mégis füzették. Az volt ráírva, hogy Okupanci domoj, megszállok haza, okupanci domo. Mondja a Csirás Laci szegény, hogy azt mondja nekem, te Jancsa, ez már itt henterek már egy több mint hete, nem, hát kirendelt, ő már nem is tudja. És aztán valakit fölhívott, és azt mondja, te az elmenj nyugatra. Ha mondom, ha megvan írva, gyere, amikor megyek a vonatra, nincs próbama, kikötjük valahová. Ne keverjen a munkát kárba. És gondolkodás nélkül, se ő, se én, mi az hova kötöttük ki. A Dunai szálló elé a korlátról szembe volt a Fehérház. Akkor átmentettek Pozsonba, és ott úgy átvészeltem a szeptember, de már elért engemet 70-be. 70-be, és elvitt a Danás, és nem is egyszer. Tudod, és az még azt gondoltam, ez már 70 másik Feriben már Zseriz után volt, mert Tóth Jancsival, mint jó haverok voltunk, és rossz volt a Skodám, és mondtam, kővégyem a díjakot, kölcsönözd a Klotildot, egy ilyen öreg Renault-ja volt. Na, és jóban voltunk. És ez vége van a Zseriznek, meg mindennek, és rá egy hétre vagy kettőre, egy olyan hang, mint a Tóth Janó, azt mondja nekem, hogy tudja, hol van a februárka? Mondta, persze, hogy hát a bátyám ott lakik a végén, de mit akarsz, Janó? Olyan hangot? Nem, azt mondja, én nem vagyok Janó, és mondta már,
kijön a Danács, mehet az. És azt mondja, egyszer csak szlovákul, kenyé, tak si prídeme pre vás. És mondtam, hogy podla možnosti, zo 603, lebo mám rád podlés, lecsaptam. El is dött két rendőr értem, ha nem 603-osra. És akkor nagyon megijedtem a Februárkáról, ott van egy ilyen vaskapu hátul, és azon mentünk be, basziliften, szűzmány. Aztán kiengedtek 3:45 reggel. Akkor mindig, és megint csak ugyanazt kérdezték. És amikor elvittek, az jó volt, mert a Rózsi ott dolgozott, abban Orion cukorka üzletben. Valaki oda ment neki és mondta, hogy ne izguljon, csak elvittek a rendőrök. Biztos a 68-ért. Aki ezt, tudod, és akkor Rózsi hazament, és szépen árakott a röplapokot, mind eltüzelte. Úgyhogy mire jöttek oda megnézni, nem volt semmi. Pedig volt egy ilyen omáriumom, amiben volt egy ilyen rejtve hátul, de meg lehet ki tudták volna. Ha én ki tudtam nyitni, akkor ők is. Na ez volt, és így kerültem Pozsonba. És akkor jött a gondolat velem a profi együttesről, és akkor jó, akkor itt összegyövünk, hát kiröhögött a Bilék is, meg a Skupil is, maga a Gágyor is, hogy ő profi legyen. Még más úton voltak az évekbe, tudod? Aki át tudott legjobban állni, az a Csilla volt, mert az egy annyira jó táncos volt, annyira tehetséges. Soha nem volt jobb az isztén sem, mint ő. Szőttes minden bemutatója után Novász Szénán fönt ki volt bérelve egy terem. Színálja a magyar szakmának itt volt, és a szlováknak is, és a 70-es évek végén még a Petr Novák is, Prágában egy nagy táncteoretikus, még a Fazulová Brümbő. Egy nagyon jó érzés volt, hogy elmondták a hibákat, de mondták mindig, ez egy előrelépés, megint, és megint. És ez valahogy fejreállt. Ha a szőttest valaki egyszer kutatni fogja, vagy kutatná, de miből? Tudod, hogy egy kényszertánckar jön létre aztán, ugye, akik a szívekből kiszállnak. Ez a Bilek, Gabi, a Skupil, most már nem is tudom, a Sárszögi Csilla, a Dónát Dani, a Éliási, a Gálné, meg a Gyuri, még mi. De már például a Pimpi, meg a Csilla és a Danika kivételi egyik se bírja azt, amit én követelek meg. De becsülettel végighozzák első évet, hogy legyen szőttes. Annyi hiba van mindenhol. De nem a Gabi alapította, a legtöbbet érte a Petőcnétet, a Csilla. Az intézetben dolgozott, rengeteget tett. Első turné úgy volt, mint egy tanfolyam voltunk kint Kaposon, és például, hogy a nevet. Nem, a szőttesnek a nevét a Csimadokban akkor ilyen korombeli elég sok volt, tudod? Máco Misi, a Farkas Vera, és akkor azok mind, majd jött a Miklósi Peti, és mind drukkolt ennek ott legyen. És akkor a Máco Miska vannak, mondom, hogy beszélgetünk, hogy valami nevet, mert Csilla avval foglalkozott, a Pozsonyi Kamara Táncegyüttes. Na hát ennek a rövidítései szörnyen jöttek ki, de más is foglalkozott a Csókaöcsivel. Egy reggel bejön a Máco, és azt mondja, hogy te azt mondtad, olyan nevet akarsz, mint a Lúcsnica. Hogy kimondják, hogy Lúcsnica, és nem kell mellé mondani semmit. És mondtam, na látod, olyan nevet tudsz, van szőttes. Abba a pillanatban éreztük, hogy minden, hogy ez nagyon jó. Hogy ez mindent kimond, ez minden benne van. A gyereket nem zavarja ez, hogy állandóan jövésmenés van a házba, vagy nagyon sokan vagyunk, és mindig alszik valaki a nappaliba, vagy nem volt otthon, vagy az együttesből jöttek, akkor jöttek ilyen régi filmről tanultak, arra emlékszek gyerekkoromban, nem tudom pontosan, hogy hívják ezt a gépet, amit kellett kézzel tekerni.
ilyen kézitekerős, és akkor volt egy monitor, és akkor arról tanulták a táncokat. Ilyen dolgokra emlékszem. Meg hát mentünk mi is a fesztiválra, zselízre, gombaszögre. Ezek ilyen, ez ilyen gyerekben, tehát megmaradnak az emberben ezek a élmények. Mai napig ugye ember ismeri azokat, akik a apámmal táncoltak együtt, aztán most már egy hozzájuk öregedik az ember. A szőttes, azért mondtam, egyszerűen de ki fog elemezni semmit. Én magam írjam le, ez tiszta hülyeség. Hogyha nézed a szőttest, hogy az így épült fölfel. Volt egy, a tűznek nem szabad kialudni egy ilyen, elég hagyományos. Inkább a csalóközi együttesemhöz képest egy visszalépés volt. Mert ugye a tűznek, vagy a csak tiszta forrásból, ami volt a népdalverseny, abból a 5 győztest futtattuk, a csalóközibe elhoztuk a Vonszemű Jancsikájékot, de a másik műsor már, hogy ott azokból már kiszálltok, a Mezőkapuba, az már egy helyre kötődik, amit mondjuk, hogy akkor olyan a szőttesen, mint a csalóközi együttes, mikor ott hattam. Talán vannak benne jobb és rosszabb táncosok. De már a harmadik műsor 74-ben szőttük, mert láttam, hogy egy szűk terület van, ahol vannak a szereplési lehetőségek. Ez nem egy milliók, ez 500x1000, egy felébe sincs olyan jó kultúrház, és hogyha azt akarjuk csinálni, hogy csinálunk 80, én időm alatt a átlag fölépések száma 81 évben. Ez szörnyű. Csak az, aki meg volt bolondulva, azért csak az bírta ki. De ez is megint egy ilyen, csak az maradt ott. Mindenki szőttesben, a Báb Jancsitól kezdve a Katona Feriig, vagy a Dudek Feri a Fizséjére, a Spakkér, azt mondták, 4 után kezdődik a élet. Akkor begyöttek oda le. De a 74-ben szőttük, oda visszamegyek, hogy már egy látom, hogy valami olyasmit kell csinálni, ami más, mint a többi, és megjegyzi a néző. Nem azt, hogy martosi táncok, hanem azt jegyzi még, hogy katona kísérő. És ma akkor tudtam, hogy annak lesz egy másik része, és vérnáz. De először csak katona kísérőt csináltuk meg. Tudod? És a következő műsor már teljesen beléptünk a táncszínházba, és ezt az Ausztrál Federális Művész Szövetség azt állítsa ő levelezései alapján, első néptánc színház a világon a Szerelmek és Nácok. Én ezt nem tudom, hogy igaz-e. De az Ausztrál Enciklopédia ekkora betűkkel azt írják. Nőnek a asszisztensek, és nőnek olyanok, akkor ott már a Duci a viselettervező, a Sebő Géza a néprajzi tanácsadó. Tudod, hogy a ilyen saját nevelde. 78-ban elsőt olyan táncéposzt csináltuk, ami színház, a Tavasz Trilógia. Mikor végignézett, ugye a Csomagokban is volt, hívtak embereket, átvételi bizottság. És nem merte senki aláírni. Még akartam csinálni annak egy folytatást, Allegro Barbaro, Bartók zene. Jazz kíséretbe az izmusok problémái. De az a izmusok csak magamnak írtam oda. Rögtön mondja Varzsán, milyen problémái vannak a izmusoknak. És én mindig kicsit naív hülye voltam. És mondtam, Jancsi bácsi, hát tudja, hogy van. Kapitalizmus, nacionalizmus, szocializmus, kommunizmus. Ezt nem csinálod. A Tavasz Trilógia után mondta, ezt nem csinálod. Erre nem adunk pénzt, hát mondtam, az a pénzt, amit ti adtok, az attól aztán megállt volna egész. És akkor gyorsan megcsináltam a mesét. Annyi minden jön véletlenül, mert mondtam, hogy úgy is akartam egy vígjátékot. Nézd meg, úgy örültem 92 vagy 3-ban, amikor a Dusán oda került a szőtteshöz, és mondta Gellért, fel akarná újítani a mesét. És oda jöttek, hogy megjel rendezem.
Mondtam, persze, szívesen. De ő fog koreografálni. Te koreografálsz. Csak olyan koreográfiát kell csinálnod, ami a gondolatokat elmondja. Nem azért, hogy én a Zsákovics Miklóst pökhendi embernek tartottam, a tánc úgy néz ki, a pökhendi pökhend, tudod? És nagyon örülök, hogy megcsináltam, mert most már annyi ember mondja, hogy ez gyerekkorának egy élménye volt a mese-mese mátka. És látod, ment annak a folytatása, ugorjunk a táncból. Hát akkor volt egy komisszió, aki átvette a műsort, hogy igen, mehet vagy nem. Olyan volt benne, át kellett csinálni. Azt mondta, hogy nem érjük alá, addig nem, mert még át nincs csinálva. Nem volt az a egyszerű dolog, mint ahogy a mai fiatalok elképzelik, ahogy most hát csinálok egy koreográfiát, nem érdekes, hogy most miről szól az a koreográfia, vagy hogyan szól az a koreográfia, mehet a színpadon, futhat a színpadon. Szakemberek voltak benne, nem is arról van szó. Inkább arról van szó, hogy a eszméjét nehogy megrontsák, a akkori rendszernek a eszméjét, nehogy olyasmi kerüljön bele a programba, ami esetlegesen bújtogató, vagy valami. És csak egy hajszálnyi volt ott olyan. Csak egy hajszálnyi. Akkor már azt mondták, hogy nem, ezt inkább csináljuk át, valahogy másképp ukáztattak neki, parancsba adták ki, hogy kell csinálni a szenepőre valamilyen helyzet, koreográfiát. És elfeledkezett róla, vagy mit tudom, én betette a fiókba, és egy héttel előtte hívják őt, tehát a csomagok vezetőségből, hogy akkor mi van a tánca? Mi a tánca? Hát a szenepőre, amit kaptál, hogy ezt meg kell csinálni. Egy hét alatt raktunk össze egy szenepő koreográfiát, mert gyorsan meg kell. És ez nem az volt, hogy ő ezt akarta csinálni. Itt a különbség. Senki még nem volt, még a Sluk se, nem volt olyan, hogy több mint 14 előadást csinált Prágában a Zsofin Színházban. És következő évre volt megrendelés. Szóval bevált az is. Prágában, a utolsó műsorban, már előzőkben is táncol a öcsi, a Winkler Dodi, a Lovisék, a Fuluska, a Kóderka Kati, a Fekete Hela, akik, meg a Majer Juci, akik, mit tudom, mennyik voltak akkor, 17-16-tól 18-ig, de táncol a Spalek Feri, aki akkor mennyi lehetett, 35-36, táncol a Sípos Karcsi, aki 39-40, egy olyan erős gárdó volt, az volt, aki ezt életpályájának választotta volna két kézzel. Mindent lehetett, akármennyit. De hát az ki se futotta magát. December 15 volt a bemutatója a PKO-ban, lépcsőn is ültek emberek, és azt gondoltam, hogy most aztán megkönnyíjon minden kapu. Nem lehet, hogy minket leállítson. És látott, maga módján sikerült a leállítás, mert bedobtam a törül között. Annyi minden összecsapódott, de annyi minden, hogy egyszerűen összerogtam. Szerintem a diszidálás az egy agyi rövid zárat. Kikapcsol, és akkor már csak azt látod, amit akarsz látni. Már csak azt hallod, amit akarsz hallani. Hát nem volt szerencsétlenebb ember Münchenben, mint én. Az biztos. Úgy kaptunk útlevelet, hogy oda mentem a minisztériumba, és azt gondoltam, hogy fogad be a miniszter, de hogy fogadta. Egyik titkárnő azt mondja nekem, no, ki trošku počkáte možno, keď pôjde von. És hát én mindig lezsér ember voltam, nem akarva. Leültem a lépcsőn. Ha megy ki, hadd lássam, nem? Nem fog máshol kimenni. Nem ülhettem ott 10 percet, talán kicsit többet. Jött és elvitte állom rendőrség, hogy én ülőstrajkot csinálom. De én annyira, akkora feszültség volt, nem ezért, tudod miért, hogy azt csinálják a én szőttesemmel, amit nem érdemel meg, az a sok ember, aki ennyit dolgozott, hol volt együttes, a Sluk se tudta azt ott, de a Ráboly halál után a állami együttese 4 egész estet betöltő műsor volt a lábukba, a fejükbe,
Hát ez nem egy kicsiség. De folytak könnyei, mint a vízesés, és mire avval a Paternosterrel lementünk, és a liftbe is csak mondtam neki, és folytak könnyeim, egyik jött velem, másik előttünk, és kértünk, és azt mondja, hogy menne a februárkó, hogy csinálni. Az már teljesen kiborított, én emlékeztem 68 után mi volt, meg minden. És akkor, de úgy elkezdtem kiabálni, nem is tudom, végig kiabáltam, mondtam, hogy se táncos koromban semmi, miért kell engemet bántani. Annyira sajnáltam magamot, én még soha nem voltam még külföldön se, soha nem kaptam útlevelet. Akkor Romániába mentem gyűjteni, még zöld útlevelet se adtatok, csak betétet nekem, és minden nap körülött jelentkezzek Romániába. Azt mondja, hogy egy tentorokszje szipodali, mi volt az, mit kellett kérni? Devizový prísluh. Mondtam, já jsem si už ani v Lenině podal. Vždycky mi to vrátili, nedostal jsem. Tak toto nemůžete tento rok hovorit. A dáme do zápisnice, že si podáte. A közben már beértünk oda, tudod. Rendes volt, nem úgy mi 68-ban, hogy hátulról vittek föl a baszin keresztül, hanem előről bementünk, és ez is belekerült, és a végén mondta, én ne semmi is trajkot nem csináltam, de ez szörnyű, amit csinálnak velünk, ez még az. És azt mondja, vidíte, tu je, dávate čestné slovo, že si podáte devizový prísluh. Minusz mit csináltam? Bat, gondoltam, orodalá dörgölöm, te szarjankó. Mind a négyünknek beadta. Mind a négyen megkaptuk. Egy héten belül. Volt egy táncesztét, amely meghalt semmit, még a se a Klaus, se én nem örököltük meg a könyvtárát Bécsbe. Az átjárt a szőttes műsorokat megnézni. Soha nem a bemutatóra, nehogy bajom legyen, de egy karakán emberke volt. Rugyimból származott. És mondtam, ez így jól kijön, akkor elmegyünk hozzá, közben odaértünk, beteg volt, nem baj, ha már itt vagyunk, elmegyünk. A Duchess Theaterba megy a hér, angolul. Na ez mindig a élmény volt nekem, tudod, hogy... Na azt mondom, akkor azt megnézzünk, aztán hazajövünk. De nem is. Itt a telefon. Hívj fel a minisztériumot, hogy nem mész haza, ha a szőttesnek nem nyújtsák meg életét. Egész ilyen nem volt. Még spicces, csak fönt voltunk, beszélgettünk, ki voltam borulva, ez egy marha jó ötlet. Fölhívtam, és ugye nem tudtam, csak ha számát, ami a csomagosok telefonáltak. No, a pekemre egy magyar vette föl, nem mondom a nevét, majd rágyöttük, ki volt, és megismertem rögtön a hangját, mert dolgozott a csomagokba is valamikor. És mondom neki, hogy én tudom, hogy te a Mravik osztályán vagy, de most közlöm veled, és csak szlovákul beszélt, és mondtam neki szlovákul, ne poszerszál, én se tu budunára vagy, to je to dolžite. Nem megyek haza, hogyha a szőttes nem kapja meg a hosszabbítást, és nem. Csak a STB-be hívott rá 3 hétre. Naivitás volt azt gondolni. Tudod, még hát közre játszott a Szabad Európa, hogy a március 15-i ünnepségre sose voltam olyanon, hogy egy szabad világba, de elmentünk, és oda jön hozzám, bemutatkozik egy úr, hogy Kovács Zoltán vagyok, és azt mondja, a Szabad Európától. Csináltunk egy interjút, mondtam, hogy nem csukhatok be mindenkit otthon, mit gondol maga. És rögtön mondtam neki, hogy kapcsolja ki még úgy irigyelte, először láttam kazettás UHF-t. Mit gondolsz, mi jutott eszembe? Ha egy ilyent adna ebben, milyen könnyű volna gyűjteni, mert csak nem láttam addig. A rádióban is ilyen szallagos volt, tudod milyen volt. És akkor kikapcsolta, és azt mondja, ha nem kell félni.
és még egyszer találkoztunk, de már ráhúztunk, mert inogtunk mindenbe, mert azt gondoltam, hogy majd visszahívnak, hogy ja, a Szöttesnek még van nyújtva élete. És Gellérttel szoktam beszélni, és mondtam neki, hogy nem, de ha ezt nem csinálják meg, és azt mondja, mindent tudnak rólad, hidd el, mindent tudnak rólad, hisz már tele van a város, hogy te diszidáltál. És azt mondja a Kovács Zoli, hogy akkor gyere be egy ebédre, már letegeződtünk a Zolival. Azt sem elsz. És már mondtam, mit gondolsz, de én mi vagyok, beszari? De, jövök egy ebédre. Mire ám beértem oda, bizony olyan voltam, mint a beszari. Német rendőrség, MP és még gorillák. És még a lift lefele visz, nem fölfele. És tudod, mit hoztak ki? Jó nézett ki, gulyás, és ott volt egy salátalevél, és benne volt ilyen szilvalekvár. Mondtam, mi az itt, mi, és ez a Rajki Laci azt mondja, mink, amerikai magyarok, mink tudjuk, mi a jó, csak tik nem. Úgy kikeltem magamból, hogy gondoltam, soha többet ezek nem hívnak. És fölmentünk ebéd után, és István bácsi azt mondja, hogy na, Kvitner Jancsi, mit akarsz tudni magadról? Én úgy elkezdtem, így belülről, honnan tudja, hogy én Jancsi vagyok. Azt csak otthon hívnak Jancsinak. Fogta a telefont, és számokat, angolul beszélt, nem tudtam mit, és számokat mondott, mert azt tudtam. Fölhoztak egy ilyen köteget, ami mind a kottákot kötik össze, tudod, ilyen két lap volt, és arra az volt ráírva, hogy Szöttes Kvitner Jancsi. És már tisztára voltam szarva. Már azt vártam, csak befejeződjön, és ahogy kinyitotta, elején volt a nő. Rajta áll a hídon, a Ervin, meg a Fekete Olga. Nem adjuk, szeretjük. És mondtam, maguk járatják ide a nőt? Igen, azt mondta. Mindenhol vannak embereink. No, ilyen. És akkor már meginoksz. És akkor hívom a Gellértét, azt mondja, hogy mit keresti a Szabad Európába. A végén az volt, hogy azt mondták, hogy csak annyit kérnek, hogy dolgozhatok a Szabad Európába, ha menekült jogot kérek, és mondtam, én nem akarok semmit. Kimentünk, aztán eljött hozzánk, és a Rózsának megcsillantotta a pénzt, a Zoli. Azt mondja, hogy ha a Jancsi elolvassa azt, amit mink adunk, és utána beszélhet 60 percig, minden perc 1000 márka. Rózsi azt mondja, ezt nem tudod megcsinni, itt maradtunk, most semmink sincs. És mondtam, nem, otthon a bátyám, két bátyám otthon, még millió szerettem, aki ér mindent. A végén a Szabad Európából kezdtem dolgozni, de tudod mit? Azt mondtam, hogy ne gondoljátok, hogy annyira gyáva vagyok, hanem írok egy sorozatot, szlovákiai magyar néptáncok, és akkor jelent meg a Gézával a könyvünk, és a Franz Klausnak egy megvolt, és mondta annak alapján, és 13-os sorozat. Erre büszke vagyok, és ott megvan a kézirat, mert kiküldték aztán, amikor átgépet, szegény Ivi nyomtatott betűkkel írt, amit én összekormültem, hogy tudják elolvasni. És én már nem értem meg ott, hogy ment, még a Molnár Istvánról, mert a Zoli felesége a Budapestben volt táncos. Vagyis akkor még szott együttes volt, mindegy. És erre büszke vagyok, beálltam egy zenét, Klaus kiment érte, meg hozott nekem könyveket, amit akartam, hogy meglegyenek, bevásárolta és hozta. A kézirat úgy küldték, már átgépettet utánam Ausztráliába. Egy adás volt, 46 perc. Hát jó sok szöveg kellett. És a Kacsér kiküldte, és hogy ne legyen a Klausnak baj, összenyomta a zenéket rajta.
És erre jött a Szabad Európa. Ha csináljuk ezt adást, szétszedi a sávokat. És ez nekem nagyon jó volt. És egészet elvittük. Ausztráliába aztán át lett játszva ott egy nagy szalagra, na mindegy. A Szőttesnek a javarésze zene. Nem diszidálnák még egyszer. Egy olyan törés történik emberbe, amibe engem kicsit megnyugtatni, csak aztán megint a táncolót, mert én azt mondtam Münchenbe, tudom, hogy soha én már nem fog táncolni, ha most már kijutunk, akkor úgy fog kéni, mint a normális emberek, reggel megyek munkába, és délután hazajövök, azt mondta, ezt szeretném, és azt mondtam, soha többet nem fog farmerba járni, aki érünk. Na, Józsi azt mondta, hát ezt én megvárom, akkor most megyünk, veszünk egy nadrágot, majd ha kiérünk. Egy álmok országába vándorolsz, és odaérsz, és csalódsz. Ugye az nem olyan, nem tudod milyen. A nővérén vár a repülőtén, őt ismerünk, unokabátyáimra nem emlékszik, de vár minket 30 valamennyi ember, mind azt gondolod, hogy ez most mind rokon, a francba hol voltak eddig, így megy a agyadba. És például egyik unokabátyám, a legidősebb, akit aztán nagyon megszerettem. Hát mindet megszerettem, jók voltak hozzám. Na azt mondja, még mit gondolsz, én ki vagyok? Hát mondom, mondták, hogy a legkisebbik a Frédi, te vagy, nem, azt mondja, én vagyok a Dodó a legidősebb, a Frédi még kisebb. Hát így, és már neki botló valakinek, rosszaság, és ez nem egy belső rosszaság, ez már csak egy védelem. És akkor szétkapkodik a család, viszi a mit tudom hány kofferunkot, és én a nővéremmel, mert hát én, öcsikém, és úton mondja, látod milyen kocsik váltok? Milyen kocsik? Hát nézd meg, Mercik, Jaguárok. Hát mondom, Münchenben összes taxi Mercedes volt, most mit én ettől nem szarom össze magam. Erre mondja, milyen csúnyán beszélsz, látod ezt is a kommunizmus csinálta. Mert akkor mit mondja, majdnem össze, nem kakilom össze magamat. És ez így ment. És odaértünk, gyönyörű kertje volt, és mindegy botanikus kert is. Mondtam, ez már szép, de miért palánk? Itt nem ismerik a drótkerítést? Nem is jutott a lökött agyamba, hogy ez azért van, hogy privátság legyen, ne lássan át a szomszéd, úgyis zölddel befuttatja. És ez így nőtt és nőtt. Egész kifele, amikor mentünk először, 10 valamikor indult a gép Frankfurtból, és akkor még megszállt Görögországból, akiket fölvett, mert sok emigráns volt, akkor Bombájba mentünk, mit tudom, szóval volt 2 éjjel. És ültünk, és nem értettem, mit mondnak. Öcsi volt a központ, mert az valamit értett. Hát mondtam, én nem tudom, bocsi, míg ma innen soha nem jutunk haza. De elég volt oda jutni, és nem tudtam aludni a gépen, utána se Rózsi lefeküdt, aludt mind a duta, és fölkeltettem őt ausztrál, reggel 4 órakor, buci, mink nem fogunk itt meghalni, mink nem maradunk itt. És az fölült a ágyú álmos, és mondta, hogy csak most jöttük, már megint hova akarsz menni, haza. Ilyen a élet. Ilyen a élet. Kérünk, és a nővérem azt mondja, velünk fogtok lakni fél évig, mondtam, nem hinném, hogy mink csak haza járt, és nagyon hamar összekaptunk. Mindig azt mondta, ahelyett, hogy táncot gyűjtsé dollárokat, mindig, hogy jött haza. Mik ez az, és hol fogják játszani ezt a filmet? Sehol, én fogom megnézni. Akkor mutattam neki a vágóasztal, mert ebből leírom, és mondtam, nem fogunk kibírni még fél évet. Hát harmadik héten mondtam, nézd meg, van ennyi pénzem, én ki akarok bérelni lakást. Mert 9 hónapig egy szobában laktunk 4-en, gyerekeimnek is költ ki, és akkor mutatott lakásokat, és akkor nagyon jó helyen kibéreltük.
De senki nem tudta. És ott voltunk a lakásba, ótunkba, 2 vagy 3 hetet, és a Szabad Európától megvan. Jött egy boríték, amiben benne volt a szövegek, amik mennek, és talán több, talán 6-7 is, 7-7, és egy levél benne, István bácsival aláírva, a magyar levél, ott van benne angol is, és a István bácsi azt mondja, ezt a szerződést aláírod, azt a telefonszámot fölhívod, odahoznak neked 4 jegyet, és már jöttök vissza Münchenbe. De jössz hozzánk dolgozni. Hát. És hát elkezdtem úgy félni, honnan tudják, még Ausztráliában is tudják, én hol lakok még. Igen, ezek mindent tudnak. Mindent. Mindent tudtak. Tudtuk, hogy egy jó ember fog közénk jönni, és nagyon is jó jött a Marci, hogy ezt csinálta és felkereste azonnal, hogy mi helyest Ausztráliába került a János, a Jancsi. Jancsi. Szereti, ha azt mondjuk, hogy Jancsi. Mi megadjuk a tiszteletet a Jánossal, de hát Jancsinak akarja, hogy szólítsuk. Akkor már hatalmas változások voltak a központ életébe, meg a tánccsoportoknak. Akkor fejlődtek, akkor lettek előadások, akkor mentek országszerte, és nagyon komolyan is. Természetesen, mikor az István a királlyal megtörtént az a rakopera, hát az egy fantasztikus teljesítmény volt. Épp úgy Jancsinak is, mint például a gyerek. Az összes gyerek, aki részt vett, az egy örökös nyomot hagyott bennük, és az mindig, amikor az István a királyról van szó, akkor felcsillan a szemük. Ja. Mindig várjuk, és legutoljára is, amikor kint volt, akkor meg a megfeszítettet volt szerencsénk, hogy megcsinálta velünk, és az is egy fantasztikus produkció volt. Úgyhogy ahányszor jön, ő mindig magával hoz valamit, és mindig hagy ott a fiatalságnak a szívébe valamit. 3. nap vagyok Ausztráliában, Melbourne-ben, nővéremnél, a 4. szerdán, és este, ugye december az nyár, este 3-4-8-kor, vagy még később is, a nővérem neki a teraszon egy ilyen rácsos, micsoda volt, olyan villanegyedben lakott, és valaki hallom, mondja, hogy Kvitner Jánost keresem. A rohadtba kiismeri engemet, tudod? Ilyen a világ. És ez mind így megráz téged. De a nővérem az elvisította magát, azt mondja, hát az én öcsém, de ez még csak 3. nap van itt, és akkor mondja Marci, hogy bejöhetek? És mondja ki, hát jöjjön be, hát magyar a magyar, meg így mondja. Bejött, és azt mondja, hogy nézett körül, és mondtam, én vagyok. No, azt mondja, közös ismerős, tőle hozok magának üdvözletet. Kitől? Ki a közös? Azt mondja, hogy a Kecskés úrtól. Mondom, a Tibort, a Tollas Tibort? Igen. Mondja, jó barátom. Mondja a Linkahoz nekem, nagyon jó barátom, magának meg új barátja. És mondom, ha mi történt? Mondja, avval beszél, és a Tibor mondta neki, hogy te most ment egy koreográfus, aki jól rendez is, Melbourne-be. Kapd el, mert előtte volt íróolvasottal, hogy egy jó csoport legyen a központba. És azt mondja, ez nem olyan, aki a repülőn fogja kitalálni, hogy koreográfus, csodát csinált a Regőse, a Münchenibe. Mondja, hogy és eljönne a piknikre? Mi, hova? Piknikre. Hova? Hát van Tirnába. Ha mondom, majd a nővérem elvisz. Nővérem mondja, ő nem tudja, hol van a Melbourne-i Magyar Központ, de már ő megbeszélte, és mink oda megyünk a Q Town Hall-ba, Szilveszterre, ezek a kérek alása oda tartozott a
Így tudod, akik így közöznek. Hát a Vékon Miska az kivezetett minket. Ennyi magyar, egy olyan simogatás volt nekem. Asztaloknál ültek, hozta mindenki asztalját, székét. Ez a Linka Marci mindjárt jött, és megmutatta, csak egy szárny volt kész. Kész a újszőttes, és mondják egy éves, hogy a Shell Folklore Fesztiválról lehet szerepelni a Art Centernek a nagy színházába, de kell menni ilyen audenciára. Hát mondtam, most mit ezek a seggek, mit akarnak ezek a... Összevágtam ilyen rövidbő kalocsaimmal, s anyám, gyűjtsd ilyet, tudod? És eltáncolták, és öcsi már jól beszélt angolul, még a Ivi, és mondja, hogy itt olvasom, hogy miket, hol voltál, nem csináltál más számot? Nem mondom, hát ez a trend. Én nem azt a trendet akarom, ami itt van, ami a te trendedet a fejedbe. És mondtam, hogy csináltunk egy visszaemlékezést, csináltam a Szerelmek és Nászokra, a Szombaton Ipoly vidékén lakodalmi képek. Meg tudod mutatni? Hát, ja, de nincs viselet, nem baj. És azt mondta, hogy ez zárja a nagy fesztiváli műsort a színházban. Ez nagyon büszke vagy. És neki köszönöm azt, hogy mentem előre, hogy ide menjé, oda menjé, mondtam, de most meg kell tanulnom angolul. Ne azzal foglalkozzál, oda menj, ahova én mondtam. Azok rosszabbul beszélnek, vagy olyan rosszul angolul, mint te. És így ment ez előre. És ő mondta azt, hogy mit kapaszkodsz, milyen? De én nem rendeztem, soha, csak a magam műsorait. De itt van a diplomádon, az van rajta, úgy fordították le, hogy koreográfus és rendező. Akkor... Az emberek nem igazából ismerték a rockoperát, és nagyon az idősebbjei féltek is tőle, hogy hát én nem szeretem a rockoperát, hát nem, és az olyan hangos, és én igazából nem akarok eljönni. És jött azután a megfeszített, ami nem is az, mert előtte a Propátria volt, de az is egy sikeres valami volt. Ugyanazok a fiatalok nagyjából tették ki a fő csoportot, és utána köréjük a többi, a barátaik, és tehát a tánccsoportokból a tánccsoportok hozzá csapódtak, és azt tette ki a gárdát, és mikor a bemutatásra került, két alkalommal került bemutatásra, a Propátria a központban volt az egyik, a teltház, ott körülbelül voltunk 600-an. Csak az a baj, hogy azután meg a nagy üresség. Én nagyon fontosnak tartottam az ausztráliai tevékenységemet, és mindig, ha visszamegyek, mindig fontosnak tartom. Azt a akarat erőt, amit például az ausztrál magyarság, de a melbourne-i magyarság megtett, az hihetetlen. Az hihetetlen, hogy van egy színházterem, oda be lehetett tenni 480 széket, ha én játszok ott egy darabot, akkor sok széket kidobok előről, akkor van egy másik, kvázi bálterem volt, de most már ott is van színpad, ki lehetett nyitni ablakot, a falat, szét lehetett nyitni, van egy alkoholos klub, van egy étterem benne, volt egy focipálya, de az már nincs. És van a templom, ami igazán egy békehirdető. Ezt nagyon ki szeretném emelni, mert mindent beleáldoznak azért, hogy fönt maradjon. Nem mondom, hogy nincs gyűlölködés, mert annyiféle magyar ház van, de aki eljön ide, az egy ügy érdekében össze tud fogni.
talán, ha 90-ben a Csomagoknak el kell mondani, akarta, hogy én menjek vissza. Ő látta, hogy az öttes nem olyan, mint volt. Én leírtam azt is a Gellérte a föltételeimet, kihajtottam kocsival Münchenbe, a Klausszal beszéltem meg mindenkivel. A szöttest segítitek leregisztrálni, mind a Csomagoknak, önálló intézményét. És akkor én leírtam, én van ennyi pénzem, 2 évig nem kérek fizetést, meggyőzöm a tanítványimat, ne kérjenek pénzt, akik visszajönnek, egyedül a Riktarcsik Misi, akinek köl, meg a Gellértnek, mert hát kizárólag ebből ének. Mindent hova hagyott a Csomagok, nem csak a titkársága, elnökség is. Közben ők nem mondták meg a Riktarcsik Misinek, aki ott ült, aztán én mondtam, Misi, ez pocs. Az biztos, mikor nem volt munkád, én odaadtam a helyemet, elmentem szabadúszónak, hogy neked legyen munkád, most is ez nem történnél legyen munkád. Mondtam, de nem megyek le, te beszélj a mostani tánckarral, ezek a én föltételeim, és hogy visszajönnek tanítványok. Nem azt mondom, hogy a szőttes ott fogja folytatni, ahol volt, mikor ebbe elmentem, de nem is azt, amit ti csináltok. Hisz közben eltelt 9-10 év, én is való másképp állok hozzá. Nem, akkor a tánckar, Misi azt mondta, hogy mindenki úgy, nem igen örventek, de azt mondták, még téged úgy, ahogy, művészeti, de egyetlen tanítványodat sem mondtam. Az olyan, mintha elvennék a kezeimet, lábaimat, hisz valami gyökeret vissza kell hozni. És akkor mondtam, hogy nem, és hazafele beszóltam a szlugba, hogy jó, rendben van, mondtam neki, hogy pétnasztók, robban, aztok olyan, kész. Mikor 90-ben elkezdtem a szlugba dolgozni, akkor a régi táncosok, akik között volt még öreg, már tánckarvezető volt, régi kollégám is, azt mondták, féltek egy színpadra menni a szőttes tánckarra. Volt ilyen, hogy elrendelte, hogy mit csinálom, ki tudja, ki volt itt, és a PKO-ba még hozzá nem is a rendes színpadon, hanem ez az esztrátteremben. És akkor visszagondoltam, hát látom bezárnak, hogy kiment a négy kan és a Györgyfaj legény, és irgalmatlanul végvágtam. Ezek mehettek már Malovani, Gonyici, Nyemalovani, kész. 1987 óta tart a Jánossal a barátságunk. Előtte Jánost megismertem a Gombaszögi Fesztiválon, és ugye el is maradtunk. Beszéltem vele, aranyos volt. És mit ad Isten, rá pár évre kidisszidáltunk Ausztráliába, és elmegyek a Magyar Házba, és kit látok ott a Jánost? Hát mondom, és te, hát azt mondja, én is ide jöttem. Az első alkalom, amikor táncoltam Ausztráliába, János hazajött 3 hónapra a szabadságra, és az újszöttes együttest akkor mi tanítottuk föl egy ugrósra. Ez volt az első táncos dolgom, amit Ausztráliába csináltam. Onnantól kezdve aztán egy nagyon erős barátság alakult ki kettőnk között. Actually, nem csak kettőnk között, mert van egy ikertestvérem is. És hát, mit mondjak? Egy nagyon... Valahogy úgy éreztem mindig, mintha apám lenne. Az első nagy darab, amit készítettünk, ugye János volt a rendező, mi próbáltunk neki segíteni, én meg az öcsém, amennyit tudtunk, az volt a István a király. A Malthazban megrendezésre került, 8 előadás, 2 darab matinével. Vagy 3, most nem nagyon emlékszem rá. Én úgy érzem, hogy talán ez volt a csúcs, amit el lehetett érni kis pénzből, ugye a művészet soha nem profitáló dolog, kis pénzből le lehetett érni. Most Magyar Ház, nagyon sok mindent próbáltunk, nagyon sok tervünk volt ott. A probléma mindig ott kezdődött, hogy kevés anyagi eszköz, ami nagyon fontos, főleg a
a nyugati civilizációba, ez az első. Második meg a János mindig ment és jött, és ment és jött, és ment és jött. Ami végül is nem baj, mert akárhányszor visszajött, egy kicsit fölpesdítette a melbourne-i életet, főleg a magyar ház életét. És ez valahogy nekem mindig tetszett. A magyarság én szerintem nagyon sokat köszönhet neki, sőt, hogy egyáltalán élünk még, ez köszönheti neki. Na most akiket tanított, hogy mondjam, van egy-kettő olyan gyerek, aki elég sikeres lett. Rudi bácsi egy jó költő volt szerintem. Ő egy csodás ember volt. Csináltuk a István a királyt, és írt a Magyar Életbe egy irgalmatlan cikket. Ez ellen kihallott a Szent István rokkal ünnepelni, meg ilyen, és az a film is milyen volt, amit adott egy... És... Hát, magyar házból látom őt, járt csakkozni. Mondtam, Rudi bácsi, gyere, nézd meg a próbát. Nem hallottam lent is, milyen hangosak vattok. Hát ezt muszáj így csinálni, de gyere, nézd meg. Végignézett két képet, elkezdett sírni, odagyött, és azt mondta, én kezet akarok csókolni. Én annyira megbántottam. Mondtam, Rudi bácsi, Isten ments! Írt egy új cikket, bocsánatot kért mindenkitől, és azt mondta, hogy minkit be vagyunk gyöpösödve. Ez csak úgy lehet, hogy azt írta, hogy valami gyamírtóval bekenjük a fejünket, szálljon ez ki belőle. Szóval ilyen a emigráns, ezt is azért mondom, hogy ő ilyen. István a királynok a Age ingyért csinálta hirdetéseit. Mert ugye már szövetségi tag voltam, és szövetség mondta, hogy nem segítettek neki, és a színházak, amit játszanak, minden nap ingyér volt benne, és előtte mindig. És akkor többi újság is, tévék. Ennyi interjút életemben nem adtam. És mondtam, hogy mit akartok ebben rossz angolra? Ó, nem, azt fogjuk játszani, hogy még ennyit se tudsz angolul, tudod? Csak a végén azt mondja, csak azt mondta, hogy yes, I'm an Australian citizen. Annyira örülök, hogy megcsináltam. A János az csodát csinált.